Sziasztok srácok, és üdvözlök mindenkit a mai Fall Guys videóban, és talán egy kicsit hallható a hangomon, hogy nem vagyok a topban, szóval nézzétek el, hogyha sajnos nem sikerül jól teljesítenem, de sikerült valamilyen betegséget benyelnem, de nyugi, nem ilyen variánsok, meg, és a többi. Hát igazából szerintem ez egy simán átha valamilyen megfázás, aztán annak a keveréke. Na de hát akkor vágjunk is bele, és hát megpróbálom kihozni a legtöbbet ebből a Fall Guys részből. Remélem, hogy sikerül egy kicsit koronát is látnom, ha nem is megszereznem, legalább küzdeni érte egy pályán, de hát lehet, hogy még az első pályán sem fogok soha túljutni. Attól függ, az egészségi állapotom nincs a toppon. A teát azt már betoltam, már igazából nagyon kevés van benne. Egyébként nézzétek, ez ilyen kis madagaszkáros bögre. Annyira imádom. Régen imádtam a Madagaszkárt, még most is megvan ez az imádat. És Daisy Heights-szal kezdünk. Hát remélhetőleg sikerül azért elérnem a célig. Jól ismerem már ezt a pályát, mint a tenyeremet. Mondjuk ezt lehet, hogy nem kellett volna mondani, mert akkor tök béna leszek. Nagyon ügyesnek kell lenni. Gyerünk! Gyerünk! Hogy lehet, hogy gyorsabb? Ja. Wah! Miért vagytok gyorsabbak? Wah! Jó, itt, erre. Jó. Miért vagytok gyorsabbak? Én azt nem értem, hogy ez hogy? Menj el már, haver. Pont most lövik ki. Nézd meg, el is esek. Menj már! Jaj. Ez is ilyen. Ez eddig is ilyen volt. Wow! Még egy! Oké, most? Jó. És itt vagyunk a célnál. Nem tudom, hogy ők hogy lettek gyorsabbak. Oké. Ne, a labdákat! Csak a labdákat ne! Jó. De, úristen, ezt nagyon nem szeretem. 12-en már benn vannak. Jó, beértem 16-ként, úgyhogy minden igaz. Siker! Sikerként könyvelem el ezt a részét a kihívásnak. Király. Azt mondja. 42-en maradtunk. És ugye 60 a kezdő szám mindig. Nagyon jó. Eddig ez egy szuper király. Ugye ilyenkor, amikor meg vagyok fázva, vagy ugye kicsit beteg vagyok, egyszerűen nem bírok kávézni, pedig imádom a kávét. És ilyenkor nagyon jól jön a fekete tea, mert azért az egy kicsit energiát ad, egy kicsit nagyon felturbózza az agyamat, és még finom is. Ó, ezt most hogy kéne úgy megcsinálni, hogy... Aha, nem lesz ez így jó. Na ez a gond, hogy itt nyomjuk egymást, mint az állat. Keressük. Úristen, hogy fellökték a kis utakat! Ne! Jó. Ez nagyon közel volt. Aha. Oké, menj oda át! Jó! Ne! Nem, várj. Oké, jó. Megelőztek nagyon sokan. Ezt nem hiszem el. Jó, most erre elmegyünk. Ugorj! Ne, oda nehogy. Jó. Jaj. Oké. Ez nagyon közel volt. Jó. Ne már! Oké, megvan az első kör. Most jön a második. Erre elmegyünk. Itt volt a kis út kialakítva. Csak nem látom, és én annyira idegesítő, hogy ez nem sikerül. Lehet, hogy nem fog sikerülni. Úristen, ez nagyon közel volt. Jaj, ez a legrosszabb. Oké. Jó. Jaj. Oké. Nem. Erre gyorsan. Menj már át! Oké. Itt. Jó. Szerencse. Oké, most arra el. Oké, ide át. Ez nem jó. Oké, menj. Öten már benn vannak, hete. 10-ként sikerült beérnem a célba. Yeah. Hát ahhoz képest, hogy beteg vagyok, van energiám. Tegnap mondjuk ugye azért nem volt videó, meg élőadás sem, mert egyszerűen semmelyiket nem tudtam volna bevállalni, mert kész, inkább aludtam. Aludtam, hogy kialudjam ezt a szörnyű kort. Hoverboard Heroes!
A leeső hoverboardokat kell elkerülni, és elérni a célig. Vagy nem. A leeső hoverboardokat. Tehát az a lényeg a pályának, hogy ne essek le erről a deszkáról. Nem a leeső deszkák, nem. Én ne essek le a deszkáról. És folyamatosan végig kell menni. Itt szerintem soha nem jutottam még túl, nagyon nehéz, mert ugye a hoverboard, tehát a deszka idáig végig fog menni, de ugye folyamatosan lesznek akadályok, és eléggé félek, mert ugye folyamatosan megyünk előre. Aha, és az a baj, hogy... Jaj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 
jók vagyunk, most jönnek ugye ezek a micsodák. Ne! Lefog. Á, ezt nem lehet tudni, hogy most... Hogy jön? Anyám, anyám, borogas, anyám. Anyám, anyám! Oké. Okay. Jó, itt felmegyünk. Itt is fel. Nem hiszem el, hogy leestem. Jó, ez tényleg nagyon nehéz volt, de hát legalább ideig eljutottam. Nem tudom, emlékeztek-e, amikor még a legelején azt sem tudtam, hogy miről szól a pálya, és konkrétan belesétáltam a slime-ba, hát most legalább ideig eljutottam. Ez tök jó, az azt jelenti, hogy a harmadik körben nem sikerült bejutnom, tehát az első, második körön voltam túl, harmadikba nem sikerült bejutnom, de itt úgy látom, hogy különböző dolgokat elértem. Igen, szomorú. És egy kicsit ment feljebb ezt, hogy megkapjam ezt a... Mi ez? Dizájnt. Na jó, hát szerintem ez egy ilyen bemelegítő körnek szuper jól sikerült. Szóval térjünk át a következőre, lehetőleg a koronához minél közelebb fogok jutni. Lily Leapers. Szerintem én még itt sem értem el a végéig, mert szerintem pont ez a harmadik szint az, ami mindig leestem. Viszont úgy látom, hogy itt oldalt is van egy pálya, azt még nem próbáltam. Látjátok? Igen, itt a jobb meg a bal oldalán. Lehet, hogy azzal fel tudok jutni a tetejéig. Hát, nem biztos. De nem biztos. Végül is, hát miért ne próbálnám ki? Na mindegy, majd meglátjuk. Oké. Okay. Aha, na ez szuper, ez jó volt. Nem szabad itt... jaszkarizni. Aha, na ez volt, mindegy, megpróbálom még egyszer. Menjetek már innen. Ide felmegyek. És megpróbáljuk még egyszer. Ugye ehhez azért több gyakorlat kell. Egyszerűen kíváncsi vagyok erre a pálya elemre is. Oké. Okay. Ah! Ah! Wah! 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 Oké, okay, itt mi van? Jó. Hát ezt hagyjuk. Oké. Okay. Oké, okay, itt is sikerült felugrani. Mégse. Na menjünk akkor tovább. És nem. És nem sikerült. Aha, most. Á, ugorj! Ó, nagyon jó. Na most. Aha, az a baj, hogy pont akkor jön, amikor nem sikerül felugranom. Hát nem igaz. Na, most! Ne! Mi van veled? Mondjuk ezen szerintem ez az a szint, ami soha nem jutottam. Hát most nem. Aha. Menj már tovább. Nem igaz. Ó, oh, most. Jó, végre. Na és most kell itt átmenni. De hát. Á, 41 ember már benn van. Ez mi volt? Soha nem jutok át ezen a pályán. Soha. DoorDash. Ismét a szerencsém múlik, hogy sikerül-e beérnem. Utolsó sorból. Ez talán abban az esetben tud szerencsét adni, hogy mennyire... Aha. Mennyire lesz szerencsés a legelső, aki beugrik. Ott. Aha. Na látjátok? Mert hogy ugye helyettünk kipróbálják.
ott. Ez tökéletes. Na és itt vajon... Nem. Ó, ez nagyon jó. Ez eddig szuper király lett volna, hogyha ez a kotnyeles mozgó cucc nem jött volna nekünk. Utolsó leszek most komolyan? Most komolyan? Hát itt se érek be, ezt nem hiszem el. Á, ez teljesen gáz. Ha, 42. Azért ez majdnem vesztes kör lett. Lássuk a csodát. Night Fever. Jól bevált a régi pálya. Szeressük. Mert itt tudom az útvonalat, és hogyha nem rontok el semmit, vagy ha tényleg max egyszer-kétszer, akkor is sikerül átjutnom. Bár azért, amikor jönnek ezek a kis rúzsaszín fenyőfák, ott azért szívás, mert ugye közötte nincsen checkpoint. Ami hát ugye azt jelenti, hogy lehet, hogy ott azért eléggé el lehet rontani, de azért ráér ez az ember szerintem egy idő után. Én itt mondjuk mindig jobb oldalon szoktam elindulni, de hát oda is fogok menni. Engem nem érdekel, nekem muszáj jobb oldalon elindulni. Wow, király! Meg volt az első checkpoint. És most jön a kövike. Jó, és talán ide. Oh, nagyon jó. Hát ez meg is volt. Ez egy kicsit nehezített pálya. Na, sikerült oda bemennem, és itt mindig a jobb oldalon szoktam átmenni. Hát ezt nem hiszem el. Annyira utál, amikor a seggembe jön a többi bab. Hogy nagyon. Okay. Nem. Most. Ah! Jó, ugrani egy nagyot. Ez nincs kiszámolva. Jó. Mehetsz, 16-17, hagyadék 17, jó. 17-ként bent vagyok, király. El kell kerülni a mozgó falakat, és nem szabad leesni a platformról. Na igen, ez szerintem úgy múlik a szerencsén, hogy ha más előbb leesik, akkor ugye nyilván neked jó. Szóval, hát igyekszem fent maradni. De, hogyha mondjuk értitek, pont elsodor, na az gond. Az nagy gond. És mi ez a... Igen, mert itt fogdossuk egymást, mint az állat. És ez itt a fő probléma, hogy ugye ők is ugyanezt akarják, hogy hát essen már le más, csak hát éppen ugye ezzel az a probléma, hogy nagyon gonoszok lesznek. Most remélem azért... Menj! Jó. Valaki. Csak leesik. Leestek szerintem páron. Menj! Milyen gonoszok. Úristen! Jó, én itt maradok. Jó. Jó. Oké. Menj már! Nézd meg, hogy fog. Oké. Jó, itt is azért ugrálni kell. Jó. Oké, eddig rendben vagyunk. Csak ne fogjanak le, mert ez jó nagy szíves, hogyha lefognak. Uhó. Oké, nem, ez veszélyes is tud lenni, mert rögtön elesik az ember. Főleg, hogyha így... Wow, menjetek már! Ah, ez a jó para. Ide át! Jó, odát! Visszát! Úristen, de ideges vagyok! Nekem levegőt kellni, nem bírom. Az utolsó 3 másodpercben kiesni, instant szégyen, én azt gondolom. Főleg azért ennyi gyakorlás után. Nem baj, a betegségre fogom. Na, szégyen túra megvolt. Legyen akkor még pár esély arra, hogy esetleg ezt a szégyent ki tudjuk törölni. Ó, hát ez is egy nagyon jó, ez a hitparáda.
Parád és hit. Hívjuk úgy ezt a pályát, második sorrendben. Hogyha itt leesek, azzal sincsen gond. Csak nem kéne leesni. Mondjuk a fontosnak akkor eléggé nagy a lehetőség arra, hogy leesik az ember. De nézzétek meg, hogy aki leesett, hát az komolyan mondom, még jobban járt, mint aki fennmaradt. Jó, király, oké. És most ide áll! Wow! Ujjjj! Ujj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 
Nem jó? Oké. Olyan értelmes dolgokat tudok ilyenkor játék közben mondani, csak tényleg nagyon kell koncentrálnom. Perfect match. Memória játék. Általában menni szokott. Lekopogom. És remélem ezután is menni fog. Sikerül megjegyeznem a dolgokat, bár mondjuk most, hogy betegek vagyok, lehet, hogy a memóriám is sokkal rosszabb, és nem fogom megjegyezni a dolgokat. Jó. A szélén elég para állni, bár mondjuk mindenki a szélén áll. Szőlőnarancs, jó van. Szőlőnarancs, oké. Szőlőnarancs, ennyi. De ha valaki lemerül lökni, komolyan mondom, kicsinálom. Megkeresem, és kicsinálom. Na. Szőlőnarancs. Na, szőlő, oké. Jéj, hogy toporzékoltam. Ne lök, nézd meg, megint fognak. Megint fognak. Na, narancs, cseresznye, barack. Narancs, cseresznye, barack. Dinnye, narancs. Ajaj. Cseresznye, dinnye. Elfelejtettem. Cseresznye. Valahogy éreztem amúgy. Ne lök le, ne lök le, ne lök le, ne lök le! Ne lökjél le! Medvéded. Jó. Szőlődinnye, barack, szőlődinnye, barack, cseresznye, narancs, banán. Szőlődinnye, szőlődinnye, cseresznye, barack, narancs, banán, szőlődinnye, barack. Úristen, mi? Barack? Talán ez. Úristen, valaki innen simán le tud esni. Hagyjál már. És valaki tényleg le tud esni. Úrem, na, mi a kövipálya? Aj, the slime scraper. Emelkedő slime. Akadályok. Halál. Azért eddig jó kör volt. Valahogy ez a harmadik, ez mindig annyira nehéz mostanában, hogy... Én nem is értem. Ez baromi nehéz, de komolyan. Mindegy. Csak sikerül. Valakik annyira bedeszek, ezt meg tudják oldani. Azt az eget! Ez durva. Jó, és akkor... Ne! Nézd meg! És most itt mi lesz? Meghalunk. Az lesz, hogy meghalunk. Jó. Ne már! Nézd meg, meghalok! Hát ez hogy? Az a baj, hogy ilyenkor érzem azt, hogy belül szétrobbanok, de... Ez csak egy játék. Ez egy aranyos játék. Aranyos szuki játék. Ez a harmadik kör valamiért most ebben a videóban egyszerűen nem akar összejönni. Fogjuk ezt a betegségre. Jó? Mit szóltok hozzá? Three Tap Tumble. Szerintem ezen én már átjutottam párszor, szóval van lehetőség arra, hogy az első kört sikeresen teljesítem. Meglátjuk. Igen, igen, ez a csúszdázós pálya. És ezt nagyon szeretem, ez szerintem egy tök jó kis pálya, viszonylag nem is annyira nehéz, én azt mondanám, hogy egy 5/3. Ezzel nem idegesítem fel magam, de a futurisztikusokon, azon abszolút nem látok semmit. Na ez itt a gond, hogyha nem látok semmit, akkor mi van? Jó. Áú! Béka! Ne csináld! Na, jó van. Jól van. Itt most be... Nem. Be... Nem. Ez most nehezebben megy. Nehezebben tudok koncentrálni. Oké. És akkor itt tovább menni. Jó.
Para volt. Átugrani? Jó. Itt erre megyek. Rinocérosz! Ne! Itt soha nem öklelt fel a rinó. És hogyha itt beugrok. Á. Egyszer nem tudok ezekre ráugrani. Megint felöklel. Azt hittem engem talál be. Jó. Itt tehát most jön a csúszda. Itt a lehetőség, hogy beugorjak! Jó. És ben vagyok. Király! Uh-ho-ho. Na, azért mondtam, hogy ez szerintem egy tök jó kis pálya. Nekem mindig olyan jó kedvem lesz tőle, nagyon tetszik egyébként a Season 5. Légy színe futurisztikus legyen, mert annyira béna vagyok, hogy hihetetlenül. Azt tényleg kellene még gyakorolni, mert gyász. Gyász és szégyen a hangulata, amikor ezek a pályák jönnek. Azért a rollon se mondanám, hogy a legjobb. Attól függ, hogy ventilátoros a vége, avagy sem. Na, milyen a vége? Na, hogyha egyet, olyaj, valamiért az az érzésem, hogy ez ventilátoros. Nem, platformos, jó, király. Az azért jót jelent, de ideig el is kell jutni, mert egyre nehezebb és nehezebb lesz, sajnos. Egyre gyorsabban és gyorsabban megy. Itt át kell jutni. Oké. Okay. Itt át kell jutni. Oké. Okay. Ne csináljátok, jó? Itt is átmegyünk. Ez mi volt? Ne! Nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el, hogy már ott voltam. Amúgy ez szerintem a nehezebbik változat, mert azért ez elég. Jaj, mi ez az akadozás? Úristen. Hát ez nem tudom mi. Végig akadozik, de nagyon durván. Hogy így rezeg a... Nézd meg, hova megyek. Rezeg a pálya. Ez nem normális szerintem. Hello! Na, ez jó volt. Jó. Nem nagyon szeretek itt ugrándozni. Nehogy aztán rossz elemre ugorjak. Jó. Ez eddig szuper. Itt át. Ne már! Most ez mi volt? Az a baj, annyira sokan szemétkednek itt. Itt át. Most erre. Itt át! Ó, ez az! Wah! Sikerült 19-ként tovább jutnom! Yeah! Hát az azért egy nagyon picikén múlott. Bevallom az őszintét nektek, és hát most jön a híres harmadik kör. A szerencsétlen 13-as számú fekete macskás kör. Oh, well guys. nem látok rá nagyon jó esélyt. Azt hiszem, itt 16-an tudunk tovább jutni. És hát azért vagyunk egy páran, akik szerintem itt már nagyon ügyesek. Remélem, hogy ezen a kicsin is át tudunk ugrani. Inkább itt. Oké. Okay. Menj el! Jó, hát ez nem sikerült. Ott esetleg. Ja, hogy elég ez is. Ne, hagyjatok! Oké, anyja, jó! Nézd meg, de gonosz! Na, én itt talán ezt megfognám, és oda tolnám. Oké, erre fel, és itt átugrani. Oké, megvan! Csak menjél! Oké, szuper! Jó, ez megvan, eddig nagyon jók vagyunk. De ezt nagyon elrontottam. És már nem látok semmit. Úristen, ez nagyon gáz, és már egy emberbe is ért. Oké, menj! Úristen, mi? 5. ember vagyok! Azt az eget túljutottam a 3. szerencsétlen pályán. Te jó ég, hát én most sokkot kaptam, egy picit még remegek is, hogy ez hihetetlen. Ilyen még velem nem volt. Wow, hát úristen, én most nagyon örülök ennek, komolyan. Na, hát akkor a 3. kör megvan, szeröm ez lesz az én záróköröm. Mert most már így is eleget izgultam, és hát elértem a célomat, hogy legalább a 3. kör legyen meg. Már mondjuk a koronát tűztem ki célul, de se baj. Tip-top.
el kell kerülni a hamis tájzokat, és meg kell keresni az elrejtett utat. Ó, tájz gondolom az ösvény, ugye? Vagy path? Á, nem tudom. De mindegy, szóval, hogy itt, ezt én még nem ismerem. És hogy kell itt tovább menni? Én nem merek. Ó, oké. Erre, mondjuk erre. Aha, ott volt. Ez nagyon gonosz. Ez nagyon gonosz. Mondjuk erre menjünk, nem? Aha, ez jó volt. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Jó, erre, erre. Esetleg... Ó, ne, megmutattam nekik az utat! Úristen, hogy lehetek ilyen béna? Jézusom! Jó, ez azt jelenti, hogy az én szótáramban én tovább jutottam, de ez gyerekek, én voltam a legbevállalósabb, és ti gyávák voltatok, és azért jutottatok tovább, mert hogyha én nem lettem volna ilyen bátor, akkor ti mind leestetek volna. Hú, de ideges lettem. Pedig ez nagyon jó, egyébként ez nagyon kis cseles. Na, meg is kaptuk ezt a Stonework mintát, szuper, és ennyi. És ennyi. Ti is idegesek vagytok? Mert én nagyon ideges vagyok, főleg ennél az utolsó résznél. Tehát ez most akkora csalódást okozott, hogy hú. Na mindegy, legalább egy új pályát, egy teljesen új pályát láthattunk. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsétek el megnézni a videónak a leírását, ott kettő linket is megtaláltok, az egyik a Discord szerveremhez vezető link, a másik pedig a saját mintás termékeimhez vezető. Hogyha ilyen módon is szeretnétek támogatni, akkor ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, illetve elérhető a csatorna tagság is a csatornámon. Ha szeretnétek így is támogatni, akkor csak nyomjatok rá a csatlakozás gombra, és ott minden apró részletet el tudtok olvasni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, a következő részekben találkozunk, addig is legyetek jók, sziasztok!